Hello emberek, a mai videóban ezt a csörömpölős Xboxot fogjuk górcső alá venni. Azért meg kéne nézni, hogy mi volt a problémája. Egy kis esti szerelgetésnek nézünk elébe, megnézzük, hogy mi kerre kattog ebben az Xboxban, meg mivel töglött a CD meghajtója, szóval ki is fogom belőle venni, és megnézzük, hogyan lehet egy döglött Xboxra játékokat telepíteni, anélkül, hogy CD-t raknál bele. Mert ha már egyszer van egy működőképes, ám bár döglött CD meghajtóval rendelkező Xboxunk, akkor azért kéne használni valamire. Elég szar, hogyha csak a dobozban porosodik. Úgyhogy kapjuk szét, és nézzük meg, hogy mi kerek benne. Mi van? Kell a műsoridő? Ha? Kell a műsoridő? Te? Erőszakos kis marhamut az vagy. Erőszakos kis marhamut. Te. Kutya, te. Meg vagy. Na mindjárt kiengedlek. Most az, nem egy szép állapotú Xbox, originál Xbox, emellett hiányzik az előlapja. Közben Margiton meg itt kapirgálja a lábamat mellettem. Szóval nincs valami szép állapotban, tiszta karc, tiszta genyó. Nagyon úgy néz ki, hogy ezt már basztatták. Hát miért is ne? Nem is tudom, hány éves gép ez már. Azért az Xboxok fölött is eljárt az idő. Nekem soha nem volt semmi ilyesmi, amikor ezek kijöttek, de attól még most van egy, úgyhogy csinálunk belőle valamit, hogy egy működőképes játékgép legyen belőle. Hát a csavarok elég lazák. Ez a csavar meg, ez csak így van. Ok. Jó. Itt hátul kerreged valami, gondolom beleír valami a ventibe. Valószínűleg 80 gigás vinyó, amire azért ráférnek játékok. Van egy CD meghajtónk, ami nem igazán akar működni. Ja, hogy ebben nincsenek benne a csavarok? Értem. Hoppá, vinyó. Ez sok minden fogta a helyére. Mindegy, szétkapjuk, megnézzük, hogy mégis miből élünk. Van benne processzor, az elég rozsdás ez a fémpajzs, tehát ez az árnyékoló burkolat. Ez tényleg nem volt összerakos ez az utc. Szerintem az valaki szétszette, látta, hogy fos, úgyhogy ment a levesbe. Találtam itt a műhelyben egy ilyet, egy átalakítót, meg hozzá egy 500 GB-os Toshiba laptop vinyót, ami, ha úgy esik, akkor bele fog ide ficcenni. Na most, mivel ugye nem működik a CD meghajtója, sajnos, se kisebe, ezt szerintem eltávolítom belőle, megnézem, hogy ennélkül is működni fog-e. Mert valószínűleg soha nem fog lesz rá igazán szüksége, mivel én nem fogok bele játékot venni. De bazdmeg, ebben nincs egy darab csavar se! Csoda, hogy az egész kerre kattog. És egy ala... de retkes az egész. Jó, ezt meg kell pucolni, srácok. Van ebben ilyen bepattintó fülek. De ahogy elnézem, ezt a feszegették, mert elég csúnyán le van arról feszegetve ez a tálca. Hát ugye erről nem lehet megmondani, ez most jó vagy nem jó. Értem, belőször szerelek Xboxot, mindegy. Ez itt, ez egy jó, nekünk ide nem szükséges. Hát, hogy ez kerreget, nem tudom. És kiveszünk belőle mindent, ami kerreghetett. Na, de kivesszük belőle az elég csúnyán elhajtott lábú ventilátor, de szerintem ez se a gyárja. És egy belefaragott ventilátor, ahogy elnézem. Hát ezt már nagyon moddolták, úgyhogy teljesen jó, hogy nálam kötött ki. Úgy, ez se kell ide. Most pedig itt van némi PC csavar, ez direkt ilyen számítógép csavarok voltak. Szerintem ezzel most itt szépen kipótolgatom a dolgokat, mert nem jó, hogyha az alaplapot nem tartja gyakorlatilag semmi. Hát még a végén ebből egy érdekes cusz lesz. Bár mondjuk most üzemeltem be egy Raspberry Pi 3-ast a számítógépem mellé.
Három monitorom van, az egyik egy ilyen TV monitorba tudok HDMI-t is dugni. Úgyhogy beleküldtem a HDMI-be a Raspberry Pi-t, ott van a kis kontroller, egy gagyi kis 2000 fontos Tesco-s USB kontroller, mivel ugye általában retro játékokkal játszok, úgyhogy ilyen N64-ig bezárólag gyakorlatilag mindenre is elég. Ezt sima megcsinálhatnám a normál számítógépemben, de valahogy sokkal jobb, hogyha van rá egy külön hardware, ami fölöslegesen be van dugva a konnektorba, és fogyassza az áramot. Nem tudom, én ettől jobban érzem magam. Nos, így már azért úgy le van fogadva a dolog, bár mondjuk ide még lehet, hogy kellene kettő. Egyébként ezek a fajta videók, amikor így csak a kezemet látjátok, meg közben pofázok, baromira emlékeztetnek a Benhack sóra, illetve a Benhack csatornájára. Érdemes ránézni, mert barom jó fejlesztős témákat nyom, és egyébként videójátékban is jó az öreg, meg nekem nagyon bejön ez a kicsit ilyen mogorvast, mindenkinek beszólogató stílusa. Imádom. Na, ja, látom, tehát itt van eltörve az egész, ezért nem tudtam lecsavarozni. Értem. Mert ugye ide hekkelték bele ezt a pöcöventillátort. Mondom, ez lesz a probléma, hogy ez itt lötyög össze-vissza, és nincs gyakorlatilag lerögzítve. Ezzel itt segítségül fogom hívni majd a forró ragasztós csodafegyveremet. Talán, hogyha le van benne minden rögzítve, és nem csak úgy lóg a levegőbe a fél Xbox, akkor lehet, hogy nem lesz ilyen probléma, hogy minden kerek kattog a belsejében. Ezért is volt az, hogy a videó elején egy jó nagy, egy jól irányzott ütéssel sikerült megjavítani, egyébként röhögtök be az meg, de dolgoztam egy konzumer elektronikai cikkeket gyártó cégnek, most legutoljám, egy olyan sarokcsiszolós cég, és hát ott volt olyan, hogy az éjszakai műszakból leírt a műszakos mérnök a jelentésbe, hogy az adott műszaki cikket úgy rivörkölték, szó szerint így rivörkölték, hogy hát leírta, hogy két jól irányzott ütéssel a jobb és bal oldalán egyszerre, utána a termék jó volt és metett csomagolóba. Szerintetek ez egy gyárban leírásra került, úgyhogy ez nem áll nagyon távol az industrial standardtől, bár nem tudom mi a pontos industrial standard terméknek való kézzel odabaszás, de ez így megtörtént. Most lássuk, hogy a kibelezett Xboxunk elindul-e, és kerrege ott, ahol eddig kerregett. A francba. Jé, és lőnvilágosság. Azt mondja, de jó, ezt a villanyt feladtam ide. Oké. Kattok a vinyó, ami nem jó. Nem áll, hogy most adta meg magát a vinyója. Ami mondjuk előfordulhat. Na? Eddig működtél. Akarom mondani, eddig működtél. Na, visszarakom a CD meghajtót. A másik furcsa dolog, hogy amint áramot kap, elindul, és nem is lehet kikapcsolni. Tehát hogyha rámegyek, hogy kilépés, kikapcsolás, kikapcsol, majd újra elindul. Tehát azért vannak ezek a tucat gondok. Próba 2. Mint mondtam, amint áramot kap, ez indul. Kell neki a CD meghajtó. Azt mondom, mechanika hibás a CD meghajtója. Aha, mechanika hiba lesz. Jó, ez se baj, benne marad. Na de, most, hogy nem kerek kattog, most úgy néz ki, hogy jó, működik.
Aztán megnézem, hogyan lehet fölinstalálni az 500 gigás vinyóra dolgokat, mert akkor viszont ki fogom bővíteni, 500 gigára meg már igazából a legtöbb fasza Xbox játék ráfér. Én most a vágás után megnézem az interneten, hogyan kell ezt csinálni. Nos, mivel jelenleg is egy viszonylag moddolt OS van rajta, ez az Evo X, ezzel már elméletileg lehet viszonylag könnyen FTP-n keresztül felrakni rá játékokat. Nekem kellett volna egy másik mod ahhoz, hogy ki tudjam cserélni benne a HDD-t. Lehet, hogy ez is meg lehet csinálni, annak még nem jártam utána. De a lényeg az, hogy ahhoz, hogy HDD-t cseréljek benne, nekem kellett volna a CD meghajtó, vagy DVD meghajtó, amivel újra lehet telepíteni az új vinyót, és ez sajnos most nem fog működni. Úgyhogy megmaradunk a standard 80 giganál sajnos, ami hát nem is jó, de nem is tragikus. Ez van, ezt kell szeretni, aztán majd meglátjuk, hogy mit tudunk vele kezdeni. Nos, a gondok nem, kicsit cserébe legalább nem működnek a dolgok. Az FTP megy, belelátok az Xboxba, tök jó, viszont folyamatosan megáll. Úgy csak így megy, és így fogja magát, és így ting, megáll. Na most, nem kimondottan tűzforró a procia, de meleg. Na most megpróbáljuk azt, hogy ezt itt szépen fogjuk, és újra pasztázzuk. Mert valamit kezdeni kell a dologgal, hogy ez ne kapcsolgasson ki, különben az életben nem fogom rárakni a Halo-t. Igen, egyébként a Halo-t akarom rátenni, mert az legalább úgy játék. Hát ez elég szar az volt már. Nem baj, kap egy kis pasztát rá. Valami paszta. Proci paszta. High Performance Cooler Master, stb. Mindegy, ez idézőjében volt raktáron. Egy nem biztjen pöttyel. Úgy. Jó lesz, mi máskor is. Nézd be a koszt. Fasza. Hát, hogy ez megoldja a gondot vagy sem, ez most mindjárt kiderül. Na lássuk. Hatott a procipasztázás. Visszadugom az Ethernet kábelt is. Mert ez jó, ha van. Ez a CD meghajtó. Szerintem el van kófa valami. Már sejtem, hogy miért került ez az Xbox a bolha piacra. Szerintem ez még onnan van. Egy ilyen nagy pakkal együtt jött Microsoft. Jó, most működsz. Fasza! És ne álljál meg. Szóval, itt izítom az FTP-t. Olyan szép FTP, képernyő felvételre meg nem futja, mert csóróság van. És már ott is van. Egyébként sziasztok, közben meg majd mindjárt premier lesz egy fél óra múlva. Szóval ennyit mi van, az e-mappába ott hagytuk abba. Jó lesz ez. Hát ez továbbra is kikapcsolgat. Azt hiszem, srácok, ez most megy a levesbe. Meg lett pasztázva, nem jó neki. Össze lett nagyjából rakva, nem jó neki. Az FTP sem akar működni olyan jól, valami nem igazán kerek vele. Lehet, hogy látni is laplap hibás. Mert működik, látjátok, működik. Mondjuk elindítok egy játékot, mondjuk a Dead or Alive, ezt tudom, hogy elindul. Na, csak így egy kézzel játszok igazából. És ki is kapcsolt. Viszont megnyom újra ezt a gombot. Nem? Akkor újra bekapcsol. Elmond, hogyha lelepne magát takarékra, nem tudom. Mert hogyha a hűtő oldó lenne, akkor ugye megjelenne itt a piros kör, ami kellemetlen lenne nekem, és ugyanúgy megy tovább. Ugye nem tudom egyelőre, hogy mi van vele. Hát meglátjuk. Esetleg van valakinek valami jó ötlete arra, hogy mi lehet-e ezt az Xboxot. Láttam, szokott lenni azért nagyon sok olyan komment, ami próbál építő jellegűen segíteni, hogyha esetleg valamiben elakadtam per felsültem. Tudom, nem vagyok egyébként konzolszervizes, csak van egy Xboxom, ami szar, és nekiálltam most henkölni az internet alapján. Lényeg az, hogy nagyon lassú az FTP, folyton kikapcsolgat, és hát döglött a CD meghajtója. Plusz ugye ez az Evo X mod van rajta. Ha valaki esetleg foglalkozott ilyesmivel, a közönségben elég sokan vagyunk, úgyhogy talán előfordult egy-két ember, aki akad, aki ilyenekkel foglalkozott. Egy-két jó tanácsot per tippet elfogadni a komment szekcióba, és akkor utána lesz egy ilyen follow-up videó, hogy akkor megnézem, hogy mit tudok velük kezdeni a ti tanácsaitok alapján. De ez most sajnos bukta, és most nem akarok egy 3-4 órát többet rászánni egyelőre, céltalanul. Találkozunk a follow-up videóba, én meg ezt összerakom kamerán kívül, aztán hát lehet tippelgetni, mi lehet a baja. Én meg majd megpróbálom az alapján megcsinálni. Addig is, sziasztok!
Nini. Made in Hungary. El is feltettem, ezeket a Flexben gyártották. Lehet tippelni, mi a gondja.